Szevasztok, szép estét mindenkinek. Kicsit később kezdtem, megmondom azért, mert hogy vártam, hogy mások, például Attila is befejezze az élőjét, nyugodtan, hogy tudjátok végighallgatni őt is, mert elég fontos dolgokat el tud akkor mondani, és van, aki most tudja meghallgatni, és úgy gondolom, hogy akkor a lehetőség szerint én egy kicsit későbbre kezdek. Nem gond ez, mert amit fél órával ezelőtt kezdtem volna, azt ma is tudom. Tehát első kérdésem, hogy jó a hang, jó a kép. Ez egy fontos dolog, hogy ezt azért tisztázzuk. Reméljük, hogy az jó lesz. Ugye, múltkor elkezdtem nektek egy témát, kicsit eltértünk a megszokottól, tehát elkezdtem azt az okfejtést, hogy a jelenlegi helyzetben milyen kilátások vannak, illetve mik várhatók. Tehát nekem az első változat, amit akkor magyaráztam, az egyik az, hogy totál, hát úgy nézhetitek a bolygót, mint ami már csak volt. És ez nem fikció, ez egy abszolút bármikor bekövetkezteti lehetőség, illetve több, mint lehetőség. A második pedig az, hogy ami közel hasonlít hozzá, de az, hogy azzal a bizonyos intelligenciával szimbiózisba, együttérésbe lehessen élni, és ennek megfelelően hát keresni azokat a pontokat, ahol mégiscsak életben lehet maradni, amelynél azért oda teszem zárójelbe, az éberség igencsak erőnyös tulajdonság lesz, mert ugye hát azt most látjuk igazából, hogy a mesterséges intelligencia azért igen erőteljesen épül kifele. Harmadik kérdés, harmadik opció, amit mondtam, az a, amikor visszatérünk a természetbe és a természettel együtt, viszont meg kell szakítani az addig életformát, az úgynevezett jó dolgokat, az úgynevezett hú, de kényelmes dolgokat, az úgynevezett hát már megszoktuk, ezeket már szeretjük, mert igazából a természethez a visszatérés egyenes út ahhoz, hogy minden, ami régen volt, az enyhén szóval ott fogod hagyni magad mögött. Hát, hogy ennek mennyi lesz a... ennek a három számomra egy érdekes, és igazából néha azt mondhatjuk, hogy szubjektív, de az igaz, objektív dolgok, mert azért attól nem szubjektív, hogy azok, amire épülnek események, azok nem azon múlnak, hogy te hiszed, vagy én elhiszem, vagy te úgy gondolod, hanem azért azok létező valóságoknak a leképezése, illetve kimenetelei. És jelenleg azt kell mondjam, hogy a természethez való visszatérés most harmadik helyen áll. Na de hát nem lefutott dolog ez, csak el kell gondolkodni. Mindezt meg kell előzni, egy nagyon fontos kérdés, amit tisztázni kell. Az egész emberiség vergődik egy roppant nehéz szituációban, amit úgy hívnak, hogy pénz. Ugye ezt a múltkor is említettem, minden egyes részét az életünknek átszövi a pénz, annak a megkeresése, a elhelyezése, a biztonságba tétele, egyáltalán, szóval minden a körül mozog, hogy mi mennyit ér és mennyiért lehet venni. Na ez az opció, amit ha belegondoltok a harmadikba, mondjuk azt, hogy totálisan meg kell szűnjön. Volt, aki írta nekem, hogy ha visszatérünk a természetbe, akkor miért nem lehet pénz? Hát annak egyszerű oka van, mert a természet nem használ ilyet. Nagyon egyszerű választ adok. A természetben ott vannak azok a lehetőségek, amivel te meg tudod, amit tudsz találkozni, akár élelmezéseddel, ellátásoddal, és ami a legeslegfontosabb, ott nem haszonnalra kell menni, amit utána átváltunk különböző értékrendeken, különböző spekulációkba, és utána ennek folytán ki fog alakulni egy olyan csoport, amelyik nem dolgozik, hanem csak a pénzt forgatja. És a pénzt forgatja onnantól mindig egy rész lejön neki, minthogyha ő megdolgozna érte, mintha ő lenne az a befektető, ő adja a munkaerét, ő adja a mindenét, közben semmi más nem ad, csak egy olyan opciód van, hogy hát tedd oda pénzt, azt kapsz rá valami kamatot, és ő majd kihelyezi. Én azért mondom azt, hogy a természeti viszonyoknak a visszaállításáról, a cserekereskedelem, az tényleges cserekereskedelem visszaállításánál
ez semmiképpen nem járható út, ugyanis nem szabad kitermelni, nem szabad megengedni, hogy olyan csoport jöjjön létre, amelyik nem csinál semmit, csak a fiskális részét kezeli. Na ez az az legnagyobb gond, amivel szerintem a mérhetetlen nehéz lesz azonosulni. És ha valaki ezt belegondol, szinte olyannak tűnik, mintha ez egy nagyon nagy fikció lenne. Nagyon nem az. Nagyon nem az, mert csak egyet kell megérteni, hogy van a munkád, amit te elvégzel, van egy elvégzett munka után, van egy teljesítményed, én ezt inkább így hívom, hogy megcsináltál valamit, tehát létrehoztál valamit, úgy nézzük, hogy megteremtettél valamit, és ha ezt beárazod, és ebből, ha tetszik, ha nem, kialakul egy olyan csoport, amelyik már nem azt nézi, hogy az a te munkád mennyit ér, hanem azt nézi, hogy ő ennyit, mennyit keres rajta, illetve neki ebben mi a jó. Én ezt a részt mondom, ami nem egyezhetető a harmadikba, és szerintem mindenképpen a cserekereskedelem megadja annak a rangját, hogy az valami egy egység, az valamiben annyit ér, meg az annyit ér, mert erre voltak példák, és azért nagyon-nagyon régen ezek így is működtek. Pár ezer éve van, amikor ez a pénz nevű história bekerült, és mikor bekerült a térbe, onnantól megszűnt egy csomó olyan dolog, olyan lehetőség, ami a természettel pariba lett volna. Mindennek volt egy váltó értéke, mindennek volt valami, ami olyan, amit a tényleges értékét nem mutatta, hanem valaki becsült valamit, és azt a becsült értéket kellett neked úgymond, ha tetszik, hanem elfogadni. Aztán ehhez találtak már fedezetet, mondjuk aranyat, vagy a mai világban esetleg drága köveket, teljesen mindegy, most mit mondok, amire neked mondjuk nincs szüksége, de rá vagy valahogy genetikailag érdekes, hogy az ember lá van valahogy árva azokra a hát, arany, meg ilyen drága kövek, meg ilyenek a tartására, mintha ez neki iszonyatosan fontos lenne. Amikor azt mondjuk, hogy azért tartasz aranytartékot, azért van az, mert a pénzed megy tönkre, akkor ugye mindjárt megértetted, hogy a pénz körülbelül mennyire stabil. És azért tartod a másikat, hogy azt életbe tud tartani. Én akkor azt mondom, hogy akkor van egy felhalmozott javad, vagy ennek a közösségnek, és van egy másik közösség, meg egy harmadik, egy x-edik, már nagyon sok, aminek vannak javai, vannak előállított produkt. Tumai. És ezeket lehet nagyon szépen úgy cserélni, úgy megforgatni, úgy átadni, átvenni, hogy abban igazából nincs az az értékromlás. Mert ha valakinek van x tonnája ebből, és a másiknak meg abból, vagy a harmadiknak, és ezért nem mindegy, hogy mekkora a közösség, ezért nem mindegy borzasztóan, hogy hány közösség alakul ki, és ami a legeslegfontosabb, hogy ne engedjenek haszontalan csoportoknak a megjelenését. Tehát egyed szinten lesz, tehát az, aki mondjuk parazita módon él, már pedig fogadjátok el, hogy rengeteg közöttünk az egyed, aki parazita életmódot él, tehát élősködik, és nem csak arra gondolja, aki a pénzt forgatja, tehát mindjárt rúgtad egy bankost úgy kezelje, nem, hanem aki... Igazából nem, semmi, csak úgy elsefteged, de adok-veszek, haszont teszek. És van, aki még ennyit se tesz. Tehát a parazita életmód a természettel, a közösségi élettel már semmiképpen nem fog működni. Rengeteg lehetősége lesz mindenkinek akkor, ha akar. És semmi lehetősége nincs annak, aki nem akar, mert a közösség nem fog eltartani. Mert ez értékalapú. És ami egy érdekes dolog, ugye azért az élet furcsa dolgokat hoz, hogyha van egy család, és azon belül, mondjuk több tagú családról beszélünk, de teljesen minden most hány tagú, hogyha a szülők, vagy valamelyik tagja szorgalmas, és megjelenik benne olyan, van benne olyan, aki eléggé parazita életet ér, tehát semmi hasznot, úgy értem a közösségek, tehát nem anyagiról beszélek itt ilyenkor, hanem előállítani, tehát tenni a közösségért, tenni a családért nem tesz, hanem minden csak azon alapon működik, hogy azt ő elvárja, azért, mert oda született, azért, mert neki úgymond jogokat biztosít, az a jog, ami igazából neked sokat nem biztosít,
De ilyenkor nagyon jól tudja alkalmazni a parazita életmódot élő, mert előveszi azt a jogot, és mutatja neked, hogy neked jogod van. Jogod van, ha van, egy nagyon tevékeny, nagyon-nagyon jó eszű, nagyon-nagyon szorgalmas család, összehoz egy vagyont, összehoz egy vállalkozást, összehoz házat, ingatlanokat. És persze nem azért, hogy ő ellopta mások elől, és akkor ebbe fekteti a pénzét, hanem ő tradíció szinten. És akkor megjelenik a parazita gyerek, vagy parazita hozzátartozó, vagy rokon, most teljesen mindegy, mit mondok, és nézzétek meg, hogy ha mikor egy ilyen bekerül, azt képtelen vagy ráfogni melóra. Nem tudod ráállítani, mert többen egy van, hogy keresi, hogy neki mi jár. A mi járt az az a pillanat, amikor a mi járnál megjelenik az, hogy ő nem fog soha semmit tenni, mert neki a jár is elég. Hisz az, amennyit tesz, az a jár már bőven túl van fizetve. Nem egy ilyen van, ám gyerekek, nem egy ilyen van. Parazita életmódot élők vannak komoly szituációkban, amelyet nagyon-nagyon kell tudni kezelni. Azért kell kezelni, mert az összes energiát az ilyen közösségbe, az ilyen családba, az ilyen viszonyba föl tudja égetni. Tehát teljesen ki tud véreztetni. Ugyanis ő soha nem fog semmit tenni, de mindig nagyon jó szájkaratét fog adni az összes ilyen. Ha ilyet ismersz, akkor rá fogsz jönni, hogy iszonyatosan tud beszélni, iszonyatosan el tudja mondani, olyan meglátásokat fog neked mondani, mint hogyha ő maga lenne a legnagyobb kreatúra, aki aztán úgy tudja a tutit, hogy szinte szájtátva hallgatod, egy iskolát lehet nyitni vele. Igen ám, beszéd szinten működik, mert az arra megvan a mindegyiknek a maga esze, a parazita életmódnál adódóan, hogy jól megfigyeli, hogy te meg az mit csinál. Persze esze ágában sincs abba belefogni, de belehelyezi önmagát. És amikor belehelyezi önmagát, akkor a parazita élő szinte el is hiszi, hogy ő az, és már át is adja egy következőnek, hogy ő egy szegény, ő egy áldozat, őt igazából nem hallgatja meg senki, őt nem tud semmit tenni, de hát ő mindig jó, ő minden jót tesz. Na ezért nagyon veszélyes, hogyha egy ilyen kommunális közösségbe ilyenek kerülnek be, mert ez egy métej. Én tudom, hogyha például egy családban van egy ilyen, akkor egy rendkívül nehéz helyzet, mert ugye hát azért van egy, ha egy gyereked ilyen, hát akkor az egy fokozottabban veszélyes ügy, mert ugye hát azért a gyereked, és sajnálod, ha ilyen hajol, de azért mégiscsak a gyereket, tehát megtagadni úgy nem tudod. De érdekes, sose a szülő tagadja meg a gyereket, hanem a parazita gyerek tagadja meg a szülőt abba, és szinte meg arra úgy is él, hogy arra játszik, hogy a szülő valamilyen szinten vesztes legyen. El tud menni ez egy végleges állapotig, egy olyan állapotig, ahol a szülő akár bele is, tehát távozik innen ebből a körből, és ha megnézitek, a parazita annak igazából nem okoz traumát. Kipipálja, hogy egyre közelebb jut ahhoz a céljához, ahhoz a célhoz, ahhoz az opcióhoz, és neki az az objektív valóság, amit ő hisz, de a szubjektív, de hát ő azt teljes mértékig így látja, akkor már csak ennyit kell kipipálni, annyit, és aki hozzájut úgy egy vagyonhoz, úgy hozzájut úgy egy bármilyen javához, amit ő úgy véli, hogy az ő javai lennének, és úgy is kezeli, hogy ezek az ő javai, tehát ez megtett mindent, és ez lehet, hogy 20 éves, és lehet, hogy 50 éves. Tehát ez tök mindegy hány éves, ez nem korfüggő, ez gondolkodás függő. Hogy alig várja, kipipálja mindenkit, és tudom, hogy a ti fületeknek sok marha szokatlan lehet, de így érdekében már találkoztam ilyennel, és szerintem ti is nagyon sokkal. Sőt, nem is egyet találkozok ilyennel, nem is egyet találkoztam ilyennel. Tehát a parazita életmódot élő az adott esetben olyan szintre megy, hogy a családot is föléli a saját előnyei érdekében. Persze ezt soha nem fogja bevallani, persze soha nem várhatod el tőle, hanem te mindig csak hibás lehetsz. Az ilyenek mindig, ha családon belül, mindig tanácsot fognak tőled kérni, az élet semmilyen dolgát nem tudja megoldani, tehát igazából a megoldó képlete az nulla, tehát a megoldó képessége is nulla. Van egy nagy adag olyan képesség, hogy túlélés, de az a túlélés az nem azért van, hogy aznap jól legyen, hanem túléljen téged. És mindent azért hajt, mindent arra, abban opcióba helyez,
hogy előbb-utóbb kihal a sorrend szerint az előtte lévő, és eljut ahhoz a ponthoz, ahol neki mégiscsak megvalósul az a, az, az álma, hogy na, nem kell tényleg semmit csinálni, és ő mennyire tuti. Amikor ilyen van, akkor az nagyon meleg. Az nagyon meleg. Ezt higgyétek el, hogy borzasztó meleg gondolkodás, és nagyon nehéz szituációkat hoz. Általában ezeket családon belül képtelenség megoldani. Tehát nem lehet megoldani. Mindig egy külső fog érkezni, mindig egy olyan fog érkezni, mert ugye a család a valamilyen szinten a burkon keresztül védi. Ha pedig védi, akkor azt nem várhatjuk el, hogy, hogy ő ezt ő majd a család, hát úgy mond, átáll arra, hogy eltávolítja, vagy kívülé tolja. Ez egy nagyon-nagyon nehéz szituáció, gyerekek. Egy nagyon-nagyon, én ismerek ilyen szituációkat, és pontosan tudom, hogy, hogy a végletekig el tud menni. Tehát a végletekig az, sorba távoznak a személyek, akik, akik őt akadályozzák. Persze ő nem tesz semmit, és ő úgymond ártatlan, és ő egy szerencsétlen. Az ilyenek eljátszák, hogy ők a legnagyobb áldozatok, a szerencsétlenek. És akinek elmondja, az csak azt fogja hinni, hogy az, hát ő milyen szegény, és a környezetében, pedig otthon a családjában, vagy a barátai, azok milyen szemetek, hú, hát azok szegény, hát milyen. Igen, nem, de ha eltöltesz vele x órát, elég egy fél óra, abban például, ha jó ember ismerő, vagyis a belső hangodat remekül használod, abban a pillanatban fogod tudni, hogy ez az egész szemfényvesztés. Nagyon nehéz. Van, aki azt mondja, hogy parazita életmódhoz, mit tudom én, mi kell, hogy, hogy, hogy egyszerűen olyan állapot kell. Én azt mondom, hogy a parazita életmód az egy felismerés. Felismerés, amikor lát egy szorgalmas családot, felismerés az, amikor egy szorgalmas környezetben van, és azt látja, hogy azok dolgoznak reggeltől estig, mert ugye a rendszer úgy van kialakítva, hogy azok a szülők, mert most beszéljünk egy családról, mert az könnyebb talán kezelni, hogy a család minden tagja dolgozik, már hatodik munkahelyét fogja elvállalni, azért, hogy a parazita viszont egyet se kelljen. Vagy ha elvállal, az mindig alibi, tehát onnan általában kirúgják, vagy elküldik, vagy hát szóval érthető módon, mert a parazita gondolkodást nem szereti senki. És ha találkoztatok ilyennel, akkor meg is értem. Én ezért látom, hogy a közösségi életbe a parazita nem fog tudni labdába rúgni. Hogy mi a sorsa? Hát ez egy elég nehéz kérdés lesz, mert közösségi életbe mindenkinek meg kell legyen a helye. Akár egy termelésbe, akár egy tartásba, egy állattartásba, akár egy növénytermelésbe, akár bármilyen olyan tevékenységbe, ahol ami a közösségnek a úgymond a javait állítja elő. Akár adott esetben annak a szállításában, akár részt vesz annak a lebonyolításában egy másik közösséggel való kooperációban, de egy biztos, hogy csak az, hogy ő létezik, ezt egy közösség se fogja tudni felvállalni, mert amely fölvállalja, az automatikusan megmérgezi az egész közösséget. Mert onnantól teljesen jogos, hogy azt fogják mondani, hogy hát igen, de hát a te ez nem, akkor most hogy? És akkor ez egy olyan reflex. A mai társadalom borzalmasan kitermeli a parazita életmódot, mert mi az oka? Egyszerű okot tudok mondani, az, hogy igazából látja, hogy kilátástalan. Látja, hogy kilátástalan azért, mert látja a mintát. A minta pedig maga a szülő. És azért vegyük azt, hogy általában egy olyan családban van a legelő parazita, ahol a szülők igencsak oda teszik magukat a mindennapokba. Ő viszont ezt nem akarja, mert azért kényelmesebb levzselni, kényelmesebb csak a hang szavak útján élni, és a szavak útján, megmondom őszintén, lehet ideig, óráig élni, és akkor azt kell mondjam, hogy ha csak azt a példát veszem, hogy ugye én csinálok most egy átalakítást. Ugye tegnap volt, hogy kellett menjek egy ügyet elintézni, visszaértem, jó idő volt, és úgy voltam vele, hogy engedek azon a napon, tehát nem teszek meg, én nem időjárás függő vagyok, nekem tök mindegy, hogy süt a nap, vagy esik az eső, vagy hol van. Azt persze megértem, hogy nyilván szeretem a napsütést, de a feladatot akkor azt mondom, azt szerint alakítom át, amilyen a külső tényező, de azt nem csinálom, hogy a külső tényező alakít át engem, hogy ne csinálja semmit. Persze ez egy jó indok arra, hogy ne csinálj semmit, és ha ezt a rendszerbe teszed, akkor szép lassan, hogy nem veszed észre, átmész a semmittevésbe, a semmittevésbe a kényelembe, a kényelemből pedig a parazita életmódba. A parazita életmód, az
az nem született adottság. Az egy olyan, amit el lehet sajátítani, persze, ennek nyilván nagy oka lehet az is, hogyha valaki úgy nő föl, hogy az életében mindent a segge alá tolnak a gyereknek, semmi nem kell megdolgozni, mindent megkap. Nem egy ilyet tudok, gyerekek, nem, én az életről beszélek most, csak hogyha valaki azt gondolná, hogy én az életről beszélek. Hogyha a gyereket, hogy mindenre eljártam, és azért mondok most csak családot, a legkisebbet, hogy szinte megvédjük attól a nehéz sorstól, pláne akkor kialakul, hogyha valamelyik szülő, vagy pláne a szülők egy olyan környezetben nőttek föl, ahol igen csak nehéz sors volt. És akkor ilyenkor automatikusan az a mintakép jön, hogy hát én nem szeretnék a gyerekemnek ilyet, és akkor én mindent meg... És innentől jön az a nagy lefedés, a gyereket még attól is megóvjuk, hogy dolgozni menjen. Ez nem tudatos, higgyétek el, ez egy olyan védelem, amit szinte észrevétlen belemegy az életbe, és amikor belemegy az életbe, akkor is ez gyakorlattá válik, igazából a gyerekből lesz egy hasztalan lény. És akkor milyen jövője van annak a családnak, maradjunk még a családba, ahol az egyik tagja, és ha csak egy gyerek van, akkor képzeljétek el, az milyen tragédia, az egyik tagja a parazita életmódnak a feltett, minden elkövetett híve, mindent megtesz érte, gyerekek, az egy biztos, hogy annak az a vége, amikor távoznak a szülők, akkor abban a pillanatban az a vagyontárgy is ugrani fog, mert föléli. Nem tudja megtartani, mert nem ismeri a módot. Nem tudja megtartani, mert nem ismeri a fortét. Nem tesz érte. Majd lesz valahogy ez az a lep. Általában az szokott lenni a válasz, hogy majd lesz valahogy, meg most nem ér rá, meg vár egy kicsit, meg aztán jön a másik rész, hogy nagyon fáradt vagyok, meg jön valami, aztán kisétál a világból. Földet körbe sétálja háromszor, mielőtt te esetleg meg tudnál vele beszélni. És ezt higgyétek el, hogy ez életszerű, amit mondok. Ez tragédia tud lenni, tragédia. Ha azt kérdezi valaki, hogy betegsége, részbe lehet. De inkább azt mondom, hogy ez egy nevelés kérdése, illetve, hogy egy túlóvásnak is lehet a problémája. Csak az a baj, hogy most az emberiség eljutott egy olyan pillanatra, amikor a túlélése, tehát az életben maradással tét. Az, hogy most te milyen koktélt ajánlanak föl neked, az nyilvánvaló, hogy attól függ, hogy te milyen tudatszinten vagy. Olyan tudatszinten bármit föl lehet ajánlani, mert olyan tudatszintűenben mindent megeszik magábattól. De egy bizonyos tudatszint fölött tök mindegy mit ajánl föl, mert te nem vagy fogyasztó. Ha még nem vagy fogyasztó, akkor el kell gondolkozzál azon, hogy ezt a szitút, amiben ma az egész világ hentereg, ez hogy tudja túlélni, hogy tud ebből kijönni. Ha te azt hiszi, vagy ha valaki azt hiszi, hogy onnan kap segítséget, ahol éppen a hatalomba, tök mindegy, hogy az éppen aktuális, vagy a volt, vagy a várományos, akkor szerintem az még egy reményfutam. Nem látok ilyen opciókat, én ezt semmiképpen nem érzékelem. Tisztelem mindenkinek a véleményet, hogyha valakibe beleteszi, csak azt kérdezem meg minden ilyen gondolkodótól, vagy minden ilyen véleményformálótól, hogy neki hány élete van, mert hogy ezt az életét, hogy a reményfutamba éli le, az majdnem biztos. És ő mindig a reménybe teszi azt, amivel az, akit reménybe tett, az baromi jól fog járni, csak ő maradott mindig helybe. Nem gondolom, hogy ez a jó irány, és nem láttam még ebből pozitív dolgot. Lehet, hogy ti láttatok, de szerintem ti sem. Márpedig a faj rendkívül nagy komoly problémával van. És azt is látom, hogy ugye a jelenlegi szituba, hogy a családok nagyon-nagyon nagy mély ütéseket kapnak. Nagyon-nagyon-nagyon meg van fogva minden család. Én úgy látom, hogy ugye elindult ez abból, hogy neked kell a koktél, nem kell a koktél, miért nem kell, melyik kell, melyik a jobb, elindult az ajánlkozás. És már ott van, hogy egy feszkó van. Na most mondanom se kell, hogy nézzétek meg, hogy a parazita életet élő tagja a családnak, az nem fog koktélt venni magához. Nem fog. Nem tudjuk megmondani, hogy miért. Soha semmi nem fogad el,
De valamilyen szinten ő a túlélésre játszik. És nem fogod tudni koktélra hívni. Nem tudod. Nem tudod. Tehát ő olyan szintű életmódot él, olyan életfilozófiát fűzött föl magába, olyan célokat tűzött ki, ami az belefér, hogy az összes mehet az összes design szert beszedheti, de ő nem. Persze, ez úgy tűnik először, hogy ő okos. Nem, ő túlélő. Meg fogjátok látni, hogy rengeteg parazita életmódot élő még mindig lesz, amikor a koktélosokról már nem is hallasz semmit. Még a parazitát fogod hallani. Mindig a parazita a legnagyobb túlélő. Miért? Mert mindentől odébb áll, amiben neki valamit kéne tenni. Ezáltal ő megkímélődik. Na persze ezt nem mondom azt, hogy ez a jó, azt mondom, hogy hát ez a túlélő. Na de végtelenség, ezt nem lehet játszani, mert a világ most olyan pályára került, hogy az embereknek igenis, ha tetszik, ha nem, össze kell fogni. Az ma nagyon kevés, ha azt kívánjátok, hogy az utca oldja meg. Az marha kevés, mert az utca meg fogja oldani egy pár órát, és az eredményét még nem fogod tudni. Ami az igazi megoldás az, amikor összefogás van, hogy hova akarsz menni, kik akarnak, és összeszedik a teljes muníciójukat. Az az igazi megoldás. Az, hogy az utcáról mit lehet elintézni a mai világban, hát én nem mondom azt, hogy nem lehet, én azt mondom, hogy az egy hosszabb ügy lesz. És hogy abban, hogy lesz összefogás, azt nem tudom, mert amikor ahány ilyen jobb oldal, bal oldal, ilyen oldal, amolyan oldal, mindegyikben megvan a maga olyan elleme, amivel nem illeszthető egyik a másikhoz. Ebből adódóan nem illeszthető két elem, abban összetartó sose lesz. És még azt is érzékelem, hogy még annyira se illeszthető, hogy adott esetben egy életmódba tudjanak összefogni. Ebbe se tesz kompromisszumot. Hogy miért? Hogy jó-e? Hát persze, hogy nem jó. Hát azért nem jó, mert igazából azzal, hogy nincs kompromisszum, ezáltal mindenkinek egy nagy szar lesz. Mert nem változik semmi. A közösségi élet az egy más dolog, mert ott egy döntés születik, és ott tényleg összeáll egy komoly társaság. És a komoly azért több száz fő. És kérdeztétek most egy páran tőlem, hogy miért gondolom azt, hogy 3-4-500 fő. Azért, mert abban van az erő. Abban minden szintű történet leképezhető. Tehát ki mihez ért. És ebbe bele kell férjen a kisgyerek is, és beleférjen az idős is, aki már nem bírja. De az időst azért javaslom nagyon-nagyon mindig figyelembe tenni és előtérbe tolni, mert van egy hatalmas tapasztalata. És ha megnézed, és ha hagyjátok, hogy az idős ember kibontakozzon, az idős ember megfiatalodik. Lehet, hogy a fizikális megjelenése nem fog, bár szerintem az is. De hogy a szellemi kihívásokkal új erőt kap, és rögtön elfelejti, hogy mi a baja, mert van értéke a napnak, gyerekek. Szó szerint van értéke a napnak. És az idős embereket szerintem méltánytalanul mellőzik. Jó, van benne olyan, akit nem tudsz mit kezdeni, de azért a nagyon-nagyon nagy átlaggal igen. Nagy átlaggal igen. És azért ne felejtsük el, hogy olyan időszakban is helyt álltak, amikor azért nem volt vidám az élet. Ugyanúgy, mint most. Most se vidám, csak más. Más szinten nem jó. Akkor se volt jó, más szinten. Most más szinten nem jó, más szinten nem vidám. Én nem szeretek, nem véletlen összehasonlítani, hogy mi volt ezelőtt x éve, meg mikor írják, hogy mennyi volt a kenyér. Hát nem tudom, hogy 360 volt a kenyér, gyerekek, de és még mi volt a boltban? Mi volt még a boltban? Tehát az a korosztály azért emlékszik másra is. Tehát az idő, én tudom, hogy nagyon szépen megszépíti az emlékeket, meg leporolja az egészet, és a kevésbé értékes és nagy értéknek számít az idő múlásában. Igazából lekaparodról, akkor rájön, hogy rohadás az egész. Én azt látom, hogy több száz éve érték nincsen, csak emlékezés, illetve várakozás, hogy egyszer csak vége lesz. Hát a magyaroknak minimum Mátyási vissza lehetne szaladni, hogy hát ha lesz változás. Minimum Mátyási, az 500 év, hogy nem ma volt. Maradjunk abban, az nem ma volt.
és 500 év alatt voltak bizonyos pontok, ahol jó volt, de aztán mindig volt olyan egyed a sorainkban, aki nosztalgiázott a rossz, azt visszavezette. Úgyhogy miért beszélek egyet a parazitákról? Azért, mert a közösségi életbe nem lehet betenni őket. És egy hatalmas dilemma lesz. Mert vegyél családokat, már pedig miután az a legkisebb olyan közösség, aminél már lejjebb nincs, de ha egy család nincs rendben, akkor az egész társadalom úgy, hogy van, nincs rendben. Tehát az egész nemzetre is kihat, ha a család szét van hullva. És ha megnézitek hosszú távon, mi volt a cél, hogy a családok szét legyenek húzva. Tehát az a bizonyos szingliét, önálló legyél, karrierista legyél nagy menő, menedzser, meg mit tudom én, mi a szar legyél, az nagyon jól működött, mert az elme programban ez benne van. És ezáltal a családok széthullottak. Mindjárt megszűnt az a késztetés, hogy olyan építményben lakjál, ahol mit tudom én, egy több közösség is, tehát különböző generációk tudjanak együtt lakni. Én tudom, hogy nagyon szépen hangzott az a szöveg, hogy hát persze önálló. Miért, ha te egy nagy házban laktak, attól még te tudtál önállóan lenni. De valami bajod van, nem lett védtelen. Most mi van? Egyed szinten lett védtelen. Egy család, amiben nincs is gyerek, ketten vannak. Egyik kiesik, akkor egyedül van, nem? Vagy ha van egy gyerek, és az parazita, vagy kettőből az egyik parazita, nem is mondom, hogy mind a kettő, akkor mi van? És azt higgyétek el, a parazita életet élő egyed rosszabb szitut tud hozni, mint most, amikor összevesznek, hogy koktél vagy nem koktél. Azért, mert itt még csak ez a tét, a parazita élet embereknek nem ez a tét, hanem az a tét, hogy minden az övé legyen. Ők mindig tisztában akarnak lenni, mi jár nekik. A jogaikat baromira ismerik meg, ahogy mi jár nekik. Csak a kötelezettségeket sose fogják. Arra mindig az a válasz, majd. Jó, majd. Jó, most fáradt, most megy ide, oda, amoda, most jár a holdba, meg az űrbe, mindenhol jár, csak a valóságban nem. És nézzétek meg, mindig nagyon jól megdumálják. Nézzétek, én az életről beszélek. Nagyon így működik. Ezért is mondom, hogy az egyik életformában, a közösségi életformában, amikor belemész, akkor elengedhetetlen, hogy az a közösség makulátlan legyen. Tehát a minden tagja legyen fölkészülve egy dologra. Ez egy vállalkozásban is. Az a vállalkozás, ahol mondjuk annak a tagjai tényleg oda teszik magukat, és nem arra megy a figyelmük, hogy szétlopják a vállalkozást, mert ez is egy cél lehet, hogy mint szétlopja a vállalkozást, mert akkor jól jár, csak nem vesz egy dolgot észre. Annyira szétlopott, hogy időben nincs vállalkozás, nincs honnan lopj. Életszerűtnek mondtam, gyerekek? Nem. Vigyétek el, hogy nem. A ma világában minden szar le van próbálva, amivel egy közösségben nem lehet lenni. Le van próbálva a család életmódban, le van próbálva a cég, a munkavilágában, le van próbálva a hitrendszerekben, le van próbálva mindenben. És nézzétek, minden zsákutca lett. A családokban nincs családi összefogás. Én még emlékszem, hogy úgy volt a családi összejövetel, ahol többen összeültek is. Hát ma kényszerlátogatások vannak, és igazából egóvillogás, hogy ki mi, és sőt, mit tudom, most megjelent, hogy koktél vagy nem koktél. És képesek akkor a családtagok egymást külön szobában menni, meg minden marhaságot. Tehát ezek valós dolgok. Valós dolgok. Nagyon nem szerettem volna ezt a témát még fölhozni, csak úgy voltam vele, hogy nem lehet húzni. Nem lehet tovább tologatni. És ehhez az életmódhoz az emberek nyakukba kapták a pénzt, mint olyan fegyvert, amelyben mindent meg lehet csinálni. Tehát egy embert tetálisan tökre lehet tenni, egy embert addig hajszolsz, annyira hajtatod, hogy termelje neked a pénzt, hogy ő észre se vesz, hogy gyakorlatilag ő már csak egy pénztermelő. Annyit megy haza, hogy átöltözön, de a pénzt kell termelje. De már otthon is leül, és már előveszi a laptopját, és mindent, és már a pénzt termeli. Na, hogy ez még tökéletes egyen, de ezt most egy év alatt összehozták a home office-szal, a home office-be, meg aztán minden van, csak emberi kapcsolat nincs. Ez viszont totálisan bejött. Ezt totálisan lehet látni.
Azok, akik home office-ban vannak, a legtöbbje szinte le van blokkolva, amikor embert lát. Már szinte zavarja az a lény, amelyik együtt kéne legyen. Nagyon, nagyon fárasztó tud lenni. Hát kérdés, hogy ebből ki mennyit lát. Nem tudok más mondani azt, hogy a parazita életmódúaknak én szerintem záróra van. Mert a világ nem tudja eltartani az élősködőt, nem tudja eltartani a semmi mi haszna embert, nem tudja eltartani a haszonlesőt, biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. A közösségi életben mindenkinek van feladata, különböző nemű, életkorú, minden, és végzettség. Mindenkinek van feladata. Az a papír, amit egy közösségben valaki felmutat, az körülbelül annyit ér, mint amennyit tud tenni. Ha semmit nem tud tenni, az a papír sem fog semmit érni. Egyetlen egy dolog tud működni egy közösségben, az, amit csinál, meg az, amit tesz. Ha mindenre az a válasz, hogy én ezt nem tudom, de van papírom hozzá, akkor előbb-utóbb kiíródik. El tudod képzelni ma azt, hogy tegyük fel most összeszedni 300 embert. El tudta képzelni, hogy abban 300-ban bizonyos parazita élősködő, aki semmit nem akar csinálni, nem is érdekli semmi, csak azért, mert a családtagja. El tudta képzelni, hogy ez a közösség fogja cipelni. Te fogod kerülgetni az ilyet? Szerinted? Hát nem fogod, kidobod, mint macskát tudod. Mikor mennyi vécézni? Nem tudsz vele mit kezdeni, hiába próbál, az már egy élesbe megy. Ez a faj ma abban az állapotban van szerintem, ahol hát csak időkérdése. Lehet ezt kerülgetni, meg húzogatni, hogy még azért még várjunk ki. Hát persze, mindaddig mondod ezt, ameddig a polcon nem lesz, mit elvegyél. Aztán utána nem mondod. És akkor persze ilyettel lehet szaladgálni, hogy van-e ismerős a környezetemben, hogy mit lehetne csinálni, csak az a baj, nagy időcsúszásban van mindenki. Nagyon nagy. Én javaslom, hogy megkeresni azokat a gazdákat, azokat a földhez értő embereket, az egyéb dolgokhoz, tehát a mesterséghez értő embereket, és igenis, vissza kell állítani az érték alapú melót. Az érték alap pedig nem a pénzmennyiség, nem hogy mennyit ér, hanem milyen, és azt elcserélheted, mert ilyen nincsen. Ez a bizonyos pénz, ez nem azért kell, mert annak a másiknak kell, hanem úgy van kitalálva a rendszer, hogy benn van azt most hívjuk pénzügyi parazitának, aki majd odaadja neki. Hát igen. Ez egyszerű levezetés, néha bonyolultnak látszik, de a legegyszerűbb levezetés szokott lenni a legbonyolultabb, és a legbonyolultabb látszó pedig a legegyszerűbb. Miért? Azért, mert ehhez csak te kell lesz. Vegyük alapul, hogyha egy kommunás közösség megtalálja azt az optimális mennyiséget, amit tényleg ez a több száz fő, és elkezdenek termelni, és kialakulnak, ennek mintára kialakul egy másik, egy harmadik, egy negyedik. És általában mind úgy alakul ki, hogy valahogy egy tevékenységét. Na ezt összehangolni kell odafigyelni, hogy mindenki csinálja valamit. És ha te csak azt hiszed, hogy ezt csak így szabad csinálni, akkor tévedsz, vannak határon kívül területek, ahol igenis nagyon fontos kapcsolatba lépni. Hát ez az a bizonyos cserekereskedelem. Ősi szkítáink mesteri fokon űzték. Mesteri fokon. Érték alapú volt az egész. Tehát nekem, amikor még belekóstolgattam egy ilyen vidéki ilyen vásárba, ilyen állat, meg ezekbe, akkor mindig ott volt a feelingje, hogy itt ennyi. Tehát olyan határmesdje volt, hogy szóval olyan határ volt, gyerekek, hogy itt van az én tehenem, itt van nekem a malackám. Kérdezem én, a pénz oda miért kell? Ha azt mondod, hogy ennyit evett az állatod, meg ennyi, és a tied meg ennyi, akkor annyi darab. Vagy azt szerint számolod. De ezt én nem én akarom elmondani, ebben szerintem vannak remek emberek, akik majd ezt el fogják mondani, hiszen nekem is egy csomó jó ötletet küldtek. Tehát én bízok benne, hogy én most csak fölvetem ezt a kérdést, és maximálisan azt tudom mondani, hogy a jövő ez. És a jövő az már elkezdődött, csak szólok. Ma már olyan
perspektívák vannak, hogy mikor mi lesz, mikor mit lőnek föl, mik, látjátok, ott vannak a hatalmas műholdrendszerek, amik csíkoznak az égen, azok nem UFO-k, gyerekek, azok szatelitek. Azok nem, nem UFO-k. És az biztos lehet, hogy nem érted lesznek. Tehát tudom, hogy ezek olyan halogathatónak tűnő dolgok, meg olyan nem mindenhonnan ezek jönnek, de pont azért nem jönnek mindenhonnan ezek, meg nem nagyon fogsz róla hallani, mert ez a kivezetője. Azért a kivezetője a közösségi életmódnak, és azért kezdtem ezzel, mert ez van a legközelebb abba a térbe, amiben élsz, de elgondolkodásba, megnyilvánulásba rohadt messzere tolták. De ha megnézed, és kicsit elkezdek utakodni régi, nagyon régi világokba, ez egy alap volt. Tehát én nem olyat mondtam, hogy még nem volt. Ettől távolodott el az ember. De roppantó. Ezt lehet ráfogni, hogy, az, hogy mit miért, meg különböző ideológiák, meg vallások, meg mindent lehet mondani. Meg... És a pénz az úgy megkoronázta, úgy jól. Látjátok? Mitől van az, hogy egy bolygón, ahol egy faj van, mert azért ezt tekintsük most csak a homo sapiens egy fajnak, annak ezerféle pénzneve van. Oké, hogy most kitaláljanak, hogy van egy ilyen, meg egy olyan, meg van érdekes módon globális valuta. Miért nincs globális gondolkodás, globális áru? Mert akkor az a bizonyos csoport, az soha nem lesz szerephez juttatva. És az a csoport van mindig a középpontban. Persze, te ezt úgy érzed, hogy érted. Persze, itt már nem érzik, én ezt tudom. Tehát ezeket most csak úgy mondom el, hogy aki esetleg olyan hallja, aki esetleg bizonytalan, vagy még nem hallgatott engem, vagy tőletek valamit, az gondolkozzon el. Az, amit a médiában látsz, az egy biztos, hogy nem érted, meg értem, hogy te érted van. Az 100%. Az egy csoportér. A 100%. Mert ha érted lenne, akkor te most nem ebben a helyzetben lennél. Mert ha van egy probléma, mint ami most van, és azért te másképp érzed, és valami furcsa módon a belső hangod, a sugallatod azt érzi, hogy az nem stimmel, amit hallasz, nincs egybe azzal, amit érzel, akkor téged miért büntet az, aki állítólag érted van? Hát azért, mert sose volt érted. Érted van azért, hogy ő jól legyen, ő jól járjon. Ezt a jól járt értsd meg egyszer. Jól akar járni. Ma az a igazi gond, hogy az emberek nem segítik egymást, hanem egymásból élők lesznek. Egymásra licitálnak, és jól akarják járni, mert a rendszer így működik. Akkor vagy jó, akkor vagy nagy karrierista, ha te termeled azt a bizonyost, amivel jól jár az, akinek termeled, és te is jól jársz, az más kérdés, hogy akinek te azt ad, az nem járt sehogy. Ezt én látom. Nem egymásért, hanem egymásból élő lett a végén. Úgy él egymásból, hogy mindenki mindent el akar adni. Miért van az, hogy mindig minden reklámban a numeritika a leglényegesebb elem, ahol megfogja az elmét? Mindenhol, a százalékok, az összegek, mindenhol. Tanítják ezt, hogy egy árvég az 9-es és nem 0, akkor 9-est veszi meg. Nem? Ha valami az, hogy 99, az nem 100. Igaz, hogy nincs egy forint, a 99-esre nyúlsz oda. Mert az elme már úgy van programozva, hogy a kisebb értékre reagáljon rá. Azt az más kérdés, hogy annyit fogsz fizetni, de mégis már nem is gondolkozol ezen. Hisz minden programban van. És amikor ezt nem veszed észre, akkor rá fogsz jönni arra, hogy igazából a jól jár kategóriából vagy, és most már nem tagadják, hát nem is szégyellik, úgy reklámoznak, hogy jól járjál. Hát jól járj. De ezért fizessél most csak 25%-a kevesebb, mint pénzt. Nem érdekes? El tudsz képzelni egy olyan szitut, ahol olyan reklámok lennének, hogy itt van ez a valami, és itt van ez, és ők szinte összehoznák, de ez egy reklám szinten. Összehoznák, hogy mit tudom, itt van egy termék,
és most baja van egy csoportnak, akkor itt van ez a termék, és ezt a terméket vigyük a csoportnak, és a termék, az a csoport is ajánljon föl valamit. Te el tudsz képzelni ilyet, hogy ilyenbe bele fognak szállni a médiába? Te el tudsz képzelni? Akkor hogy jár jól, aki biztosítja a felületet? Persze tudom, ott is vannak költségek, hát hogy ne tudnám? Mindenhol vannak költségek. De ha jól jár, mindent megelőz. Jól jár. Azt gondolod, az a reklám ingyen fut a műsorba? Amit te megőrülsz 20 perceként egy, ha nézed a tévét esetleg. Egy reklám azért hatalmas pénzeket fizetnek a cégek, akinek nézed azt a cuccát, amit te fölállsz, elmész egy kávét inni, vagy eszel valamit. Mert nem, nem érdekel. Mert jól járni kell. Miért csak akkor válik valami közkincsé, miért csak akkor lesz megnyitva a tér, hogy ismerd meg, hogyha ha fizeted azt, amit jól jár az, és fizetsz mindenért, hogy ezt megismerjék. És akkor te már rá is vagy téve arra kényszer pályára, hogy ennyire ad, hogy azért valahogy neked is jól járjál. Ez a jól jár, ez az érdekes. Most lehet, hogy egy picit másról beszélek, mint amit megszoktam, csak miután sokat bemlegetitek mostanában nekem ezt a közösségi életet, én azért hívom föl a figyelmet, hogy a közösségi életben nem fogsz tudni olyan taggal lenni, aki ez az élősködő. Nem fogsz tudni. Parazitákkal, élősködőkkel, jól járni akarokkal nem fogsz tudni lenni. És már most javaslom, hogy igenis nagyon-nagyon fontos lesz a közösségi kialakítás szempontjából, hogy mindenki tevőlegesen részt akarjon venni ebbe a dologba. És meggyőződésem, hogy akkor nagyon szépen működik. Meggyőződésem. Nem lesz ez zökkenőmentes, mert ugye a megszokások ott van, autókkal, meg minden, szóval repülőzünk, meg minden. Igen, csak erről lassan le kéne mondanod. Tehát ha valaki egy kicsit tudatosabban néz, belső hanggal figyel, akkor már most jelzik neki, hogy már nem sokáig fogsz repülgetni, meg autózgatni. Csak hát ezt még ilyen vadul nem látod. De már most szoktatják az elmét. A lélek azt tudja. Kérdezd meg tőle. A lélek azt tudja, hogy semmi nem igaz benne. A lélek azt abszolút tudja, hogy az elmét szoktatják. Az mindig vicsit lejjebb. Ha veszel, minden, bármit ha veszel, akkor rögtön jól kell jár. Vagy hűséget kell adja. Hűség. Milyen érdekes. Ha te veszel valamit, és odaírják, hogy egy év vagy két év hűség, ez a biztosítéka annak? Hát két évet itt lát az, aki adja. Két év múlva? Gyerek. Én értem, hogy ez a rendszer, ez így működik. Csak a két év a biztosítéka annak? Nem az a környezet, nem az élet a biztosítéka, hogy adott esetben nem kell megkötni, mert ő úgyis marad. Hát hisz te tuti vagy, te nem akarod átverni. De két évre azért kötöd be, nem azért, mert egy eszközt adtál neki oda x hónapra, hanem azért, mert két évig azt csinálsz vele, amit akarsz. Elmenni nem fog tudni. Gondold végig, van-e ilyen? Tehát én ismerem, mit jelent, hogy hűség, vesz egy valamit, bemész egy telefonért, akkor akarsz valamit, akkor két év hűség. Persze. És akkor jön a nagy kérdésem nekem, például ha telefonos nézünk, hogy ha egy telefontársaságnál vagy már tizenvalahány éve, és veszel valamit, akkor a hűséget az áru biztosítja, vagy a te személyed? Attól lesz hűséget, hogy vettél egy telefont, vagy egy kütyüt, vagy te már önmagában biztosíték vagy arra, hisz te most is ott vagy. Már az x-ediket hűségezted le telefonba, vagy kütyűbe, vagy bármi szarba. Értitek a lényeget? Hol vagy ebből te, amikor a hűség van? A tárgyhoz kötik, az értékhez. Te nem érték vagy, te vagy az érték elvívője. Ha te viszed el az értéket, az érték alapján lesz egy hűség megjelenésed. A hűség, ha te ott vagy egy ilyen cégnél, bizonyítottan annak a mondjuk telefontársaságnak már 10-15 éve ugyanannál vagy, akkor hogy merülhet föl az, hogy hűség? Hisz ha te aláírsz egy papírt, hogy veszel egy kütyüt, és az mit tudom én, 10 hónap vagy 20 hónap, akkor nem azért fizeted ki, mert aláírod, hanem mert
kell neked, és úgy érzed, hogy így tudod kifizetni. Ha kifizeted egészbe, ha van ilyen, akkor is van hűség. Vagy annyira nem vagy jó arc, annyira nem vagy megbízható, mert a pénz a lényeg. Na, itt jövünk oda, hogy a pénz a lényeg. Az érték. Minél magasabb értéket veszel, annál másabb a hűség, vagy annál, mondjuk a részlet. Ha azt mondaná egy szolgáltató, hogy hát azért 5 évet legalább el kell töltsön a körünkbe, mert az egy biztosíték, vagy 3-at, vagy 4-et, teljesen mint, vagy 2 évet. És veled nem volt baj, te kifizetted. Hát nem az a bizonyság, nem az a valódi szándék, hogy tényleg megbízható vagy. Vagy te minden egyes kütyűnél egy ismeretlenné válsz, hiába ott van neked régen már az egész életed, az nem számít. A kütyű a lényeg. Ahhoz kötjük. Pedig annak, ha te nem fizeted, kodadják egy végrehajtók, és végrehajtják. A hűség akkor miért kell? Nem menjen máshova. Hát eddig sem mentél. Ha nincs, nem veszel semmit, és nincs, évekig úgy tudsz menni, nem veszel egy telefon, nem veszel egy semmilyen kütyűt, és mégis ott telefonálgatsz. Akkor hogy van? Mi van akkor, ha nem veszel semmit? És te mondod azt, hogy de most hűséges voltam, na most adjál valamit. És te most 2 évig kell adjál nekem valamit. Hát ez mindjárt elfordul a történet. Már akkor már nem. Persze ott azt mondják, hogy jobb csoportban vagy, jobb pozíciót kapsz egyszer. És te bízol akkor ebbe. Akkor miért nem bízik benned a cég? Mert nem te vagy a fontos. Te vagy csak az eszköz vagy. Az eszközt biztosítják, és nem téged. Tudod, aki belső hanggal él, annak érdekesebb az élet, állítom, hogy nehezebb is, viszont sokkal könnyebben old meg dolgokat. Azért nehezebb az élete, mert folyamatosan kapod az impulzusokat kívülről, akár reklámba, akár szövegbe, tök mindegy. És folyamatosan csak azt látod, azt érzékeled, hogy nincs semmi szinkronitás az, amit hallasz meg, amit érzed. És ez valami oka van. És nem azért, mert ellenálló vagy, nem azért, mert hülye vagy, nem azért, mert csak direkt vagy, hanem mert érzed, hogy nem stimmel. És ha érzed, hogy nem stimmel, akkor azt valahogy ösztönösen érzed. De miután kényszerpálya vagy, mert szükséged van egy telefonra, szükséged van egy mit tudom én mire, ezáltal szembe mész a belső érzeteddel. Mi van, ha közösségedbe ezektől lemondasz? Én tudom, hogy nagy szolgáltatók azért igencsak tudják, hogy az emberek nem szívesen fogják elengedni a úgynevezett kényelmüket, például egy telefont, mert ugye hát az hoz meg a tévét. Szerinted egy közösségben van 3-4-500 tényleg olyan, aki érted van, és te ő értük, tehát mindenki egy ugyanaz, mindenki szó szerint. Szerinted te nem érdekesebb műsort fogsz adni vagy kapni, mint az, aki soha nem ismert téged? Ez egyikben te mennyit láttál? Mindig csak a rosszat hallod, mindig csak a rémséget, a félelmet, és abban a közösségben pedig a megértést kapod. Melyiket fogod kapcsolgatni naponta? Melyik udvarra mész? Ahol a kütyüt, a félelmet nyomják, vagy ott, ahol szia, üdvözölnek, megölelnek, örülnek neked. Te örülsz neki, megöleled, örülsz neki. Hát melyikre vágysz akkor? A te lelked szerint azt sosem nézed. Azt az elméd nézi. Ezért egy érdekes világ ez. Nehéz lesz ebből kilépni, mert több ezer éve van szoktatva. Több ezer éve. És ezt megkoronázták a pénzzel. Van, akinek én mondogatom, hogy mostanában tudod, a múltkoriban is említettem, a múltkori beszélgetésben, hogy én most hibásnak érzem azt, hogy amikor ilyen komoly problémában van a faj, és komoly, tényleg annyira ambivalens kérdések, annyira megosztó érzések vannak, annyira rossz érzések vannak, tehát érzi, hogy valami nem jó, de mégis a félelmet túllépteti ezt a biztonságérzetet, tehát áttolja, akkor hallasz valakit, vagy valamit, olyan gondolatot. Én most azt mondom, és itt félre kell tenni mindenkinek, hogy ki mit csinál. Azt nem szabad pénzért most. Most nem szabad. Borzalmas karmát írnak az emberek ma. Borzalmas karmát. Én
Csak ezt tudom mondani, hogy örüljönnek mindenki, akinek pénze volt, hogy eddig működött, és tudni kell, hogy innen nem tovább. Igenis, mert elágazáshoz ért a faj. Ha egyenesen megy tovább, hogy szoktam nektek mondani, az ágat, akkor meg fogja tudni, hova jut. Ha elmegy, és most elengedi a pénzt, akkor meg nem esedik. Hát ez az az a bizonyos dolog, amit most föl kell ismerni. Én értek mindenkit, aki ragaszkodik ahhoz, hogy igen, de megélhetés, meg mit tudom én, hogy azt is értem, hogy van egy bizonyos szint, amit, ahogy szoktátok mondani nekem, hogyha ingyen adnák, akkor többet érne. A rossz a szó. Itt nincs többet ér, ma kell van. A faj nem többet tud adni, vagy kevesebbet, hanem behozták abba a helyzetbe, amikor nincs tovább pénz, hanem össze kell fogjon, és nem szelektálhatod, hogy most van pénze, és akkor neked elmondom, nincs pénze, nem mondom, vagy azt mondom, hogy te hülye vagy, és nem érted meg. Nem. Ezt teheted. Ezt abszolút mindenkinek van egy lehetőség. Ezt teheted. De az az úgynevezett sorsíró. Most figyelj a történetet. Én elhiszem, hogy jobb lenne egy olyan előadást tartani, hogy személyenként 50 ezer forintot is adnának. Ha, hogy ne lenne jó. És vehetnék rajta valami olyat, amit betehetek, mert nincs rá szükségem éppen. Vagy vehetnék egy x-edik autót, vagy egy akkora házat, amiben én saját magammal is havonta találkozok. Vagy vehetnék más földrészeken is házakat, ahol nem vagyok. Mert ezt úgy csinálják néhány, hogy már minden országban van egy háza. Ez nagyon klassz dolog, de nem tudok róla, hogy a képessége is olyanok, hogy egyszerre tud mindenhol ott lenni. Ugye? Mert lehet Amerikában egy házad, meg lehet itt is, meg a tengerpartokon is, meg mindenhol van. Mintha egyszerre mindenhol lenne. Ez nem a okosságod, hanem ez az egót. Ez az elme gyártja, és az egó rendesen megoperálja neked ezt. Olyan úgy megzendés, olyan műsor, úgy megoperált téged, hogy a végén azt jelenti, hogy te vagy a legnagyobb. Csak azt tudom mondani, hogy idáig lehet, hogy ez mehetett, és ezzel semmi baj, rendben van. Azt viszont meg kell érteni, hogy az idő szava az, hogy van egy tudásod, volt egy idő, hozzáhoztál egy gyakorlatot, egy rutint, egy képességet, egy ismeret anyag halmazt. Na most van az, amikor idáig kaptad érte, most viszont úgy kell adjad, hogy ellenszolgáltatás nélkül, mert egységesíteni kell a fajt. Ne címkézzük meg, hogy ingyen se érti, meg pénzért se érti. Nem. Az majd az ő dolga. Te ne címkézz meg, hogy ki mennyit ér ebből. Sose fogod tudni. Azt meg fogja neked mondani az utolsó pillanatodban sorsíró, hogy hatalmas tett volt ez. Drága apám, ez hatalma, vagy anyám, vagy amit a gondolsz. Lélek. Hatalmas tett volt. A lélek biztos, hogy nem kéri a lóvét. Hát az biztos, hogy nem kéri, az elme kéri. Mire? Ez az a bizonyos elágazás, ahol az emberi faj vágyik magasabb dimenziókba, vágyik aranykorba, vágyik más világokba, vágyik fénybe mindenhova, csak egy dolgot nem ért meg, hogy ez mind elérje, az nem a pénz kérdése, hanem a nemesedése kérdése. Mikor válik igazából olyan tudatossá, ahol már adom. A legnagyobb mesterek sose kérnek pénzt, gyerekek. Sose. Minden van nekik. Türelmük van, nyugalmuk van, nagyon-nagyon sok idejük van, bölcsességük is van, és mérhetetlen alázatuk. Mennyi olyan anyagot látok én, gyerekek, amiben van benne tudás, de rendkívül nincs benne alázat. Amikor egy olyan valaki, te megmered szólítani, hogy csak megkérdezed tőle valamit, hogy esetleg van közöd ahhoz a munkához? És addig úgy tekinti, hogy árad belőle a tudó. És ezt megkérdezed, feltételezni mered, hogy esetleg olyan érzésed van, mintha ez valami, mintha másnál is lett volna. Tehát olyan érzésed volt, tudod, az sugallat azért megadja. Hogy mintha ez a plagizálnál egy picit. Nem baj az, csak akkor mondd el.
Tehát az nem baj, én is nagyon sokszor mondok olyat, amit elmondom, hogy menetom, vagy valaki, mert az igaz. És akkor az megsértődik. Aztán mindennek lehold, aki addig vele nagyon te voltál neki az egyik kedvence. A gyerekek, akkor ott hol van a nemesség, hol van a bölcsesség, hol van az a alázat, hol van? Hát az mindent hív, az csak annak nem. Hány ilyen van? Hány ilyen van? Írjál neki, nem válaszol. Próbáld ki. Figyelj, megettem ezt a cuccodat, megittem ezt a cuccodat, ráborítottam magamra ezt a cuccodat, elolvastam ezt a dolgodat, és nem hatott. És te leszel a hülye. És ki fog tiltani? Letilt, ha Facebookon mondjuk egy ilyet csinálsz. Letilt, mindjárt nem létező lény lettél. Hogy működik ez, gyerek? Hogy működik? Mert hogy működik? Figyelj, értem, a mai világ, ameddig a pénz alapú, keresi annak a létét. Tehát, hogy de vannak pillanatok, és most az emberiség ebben a pillanatban, ezen a, nem most, már elég régen, de most már sorsfordító lesz, hisz szerintem hónapjai vannak, azt már nem lesz miről beszélni. Most add át azt a tudásodat minden szinten, és nyomd. És kapcsold ki a pénzedőt, kapcsold ki, hogy idáig hogy volt, felejtsd el, mert ezzel, ha ezt te megteszed, vagy akik megteszik, tök mindegy, hogy milyen téren vannak, miben nyilvánulnak meg, nagyságrendes minősítik föl magukat. Onnantól nem kell elmondja, hogy ő mekkora tudó, nem kell elmondja, hogy ő mekkora ilyen-olyan-amolyan, mert már azzá vált. És azt érzi a tudatos lélek. Érzi. Gyerekek, tudjátok, mit jelent az, amikor a lélek beszél hozzád, és látsz valakit magad előtt, és bele van írva a szemébe. Bele van írva. Bele van írva a kezibe. Bele van írva a kéztartásába. Bele van írva a hangfrekvencia. A hangfrekvencia az gyerekek mindent visz. Az mindent hoz. Az mindent. A hangfrekvenciával hát nem véletlenül ölni tudtak. Hát miért 440, miért nem 432 a frekvencia? Hogy mindig kicsit spanoltabb legyen. Nagyon-nagyon sok olyat hallgatok, akik nagyon jó gondolatokat mondanak, és most is azt mondom, mint a múltkor. Arra kérek minden olyat, aki ebben most érintett, tanító, oktató, képző, vagy bármi, tök mindegy. Mindegy, hogy milyen korú nemű, hogy most tegyen azért, amit beszél. És most nincs pénz. Pénz nélkül meg tudod tenni. Pénz nélkül meg tudod tenni, hogy nem keresel kifogásokat, nem dobozolod be, hogy de akkor az nem annyit ér? Meg tudod tenni? Akkor tedd meg. Ha nem tudod megtenni, akkor az egészet dob ki. Akkor dob ki. Mert jobb, ha most dobod ki, mert a sorsíró kidobja, amikor távozol. És borzalmas karma jön. Borzalmas karma. Ezért nagyon nagy karma, amit láttok a plakátokon, gyerekek. Borzalmas karma. Hiába mondja valaki, hogy az ennyi, meg annyi, tök minden, gyerekek. A karma akkor íródik, amikor a tettedet letetted. Ott abban a pillanatban ilyen vagy olyan karma megíródik. Hihetsz benne, vagy nem, majd megtudod. Én csak azt látom, bármilyen oldalt, ha belepillantok, főleg ha olyan, ami még érintett is, hogy az, aki a nagy ivodás, a nagy koktélozós, azok ma sokkal feszültebbek. Én azt látom. Olvasom. És valamiért, akik nem csábultak erre a szirén hangra, valahogy érzem, hogy sokkal nyugodtabbak. Zavarja, de ne tevesszük össze, hogy zavarja azzal, hogy ő ideges. Azért ideges, hogy a környezete nem látja, és szeretne mindenkinek segíteni. Szeretne mindenkinek, hogy jó legyen. És mindenkinek, tudjátok, mindenkinek. És attól ideges az összes olyan. Ezt totálisan látom. És akkor azt gondolod, hogy ez a meccs le van futva? Nincs lefutva. Én ugye múltkor is mondtam nektek a fotomolekula kérdést. Mindenkiben benne van. Mindenkin rajta ül. Az, hogy mit fog neked segíteni, az abban nyilvánul meg, hogy te most mit gondolsz. Mert abban fog neked segíteni. Hogy te mit gondolsz? Ha azt a túlélésedet, ha te az megértésedet, ha te
ha jó dologra koncentrálsz, akkor benned félelem nincs, na abba segít. Abba viszont roppantul ott van. És ha megnézed, hogy te csak az időtúnod, amennyi eltelt, de sokkal edzettebb vagy a hitedbe, hogy nem akarsz semmibe részt venni. Az időt marhára unod, mert zavar, az egész környezet, az egész díszlet zavar. De te sokkal edzettebb lettél. Na ez a protomolekulának a hatalmas árnya. Ezt elhiheted, nem hiszed, nem fogod látni, nem tudod. Viszont érzékeled. És örülj neki, hogy megmutatta neked azt a lehetőséget, hogy amikor választhattál, na és állhattál volna bármelyik sorba, hidd el nekem, örömmel várnak. Sokszor nem fognak látni, csak párszor. Tehát azt meg kibírják. És mégse állsz. Hidd el nekem, hogy ezt nem én mondom, a belső hang. Nincs benned félelem? Miért lenne? Unalom van. Utálod a szitut. Szeretnéd mindenkivel megértetni. Már mindenkivel összevesztél, ne tedd meg. Ne tedd meg. Te már megtetted a kötelességed, amikor szóltál. A te sorsíród, vagy az a nagy sorsíród, a te védőangyalod már tudja, hogy te mit tettél. Innentől nem bánts magad, nem ez a dolgod. Védd magad nyugodtan, védd magad azzal, hogy hallgatsz a belső hangodra, és az a belső hangod mindig ott lesz melletted. Tudd, hogy ki vagy. Amennyiben ezt te érted, akkor csak azt tudom mondani, hogy helyeden vagy. Mert amikor olvasom azokat, akik elcsábultak, én csak azt olvasom, hogy óriási a bizonytalanság. Sajnálom őket. Azon a szinten, hogy mindenkinek volt egy lehetősége. Lehet mindenkinek mondani mindent, hogy hát igen, de akkor őt ezt csinálták volna meg, azt. Igen. Hát lehet, hogy akkor nem zavarták el a helyről, de így meg nem tudja, hogy meddig mehet. Hát nem tudom. Hát tehát most kanyarodunk vissza a kommunába? A kommunának ez nem az feltétele. Nem lehet. Ezért ne akarjátok parazitát a környezetetekben. Én minden azon vagyok, hogy az nem. Tehát lehet, hogy tudom én, x emberrel kevesebb, de az az x ember, ha ott lenne, az egész lenne kevesebb. Így, csak velük van kevesebb. Érted a lényeget? Ha 5 ember ilyen nincs ott, és kiesik, és helyette ott van 400, és csak 395 van, akkor 395 lenne kevesebb az 5-től. Vidd el, hogy így működik. Mert mindenki meg kiváltana egy érzést, hogy de őt miért? És tehát nem az öröm jönne senkiből, hanem mikor meglátod a haragod. És egy közösségben, egy kommunában a harag az, amit sose használhatsz. Ott mindig csak megértés kell legyen. Azt lehet, hogy ez egy idegen dolog. Az ember így született. Csak betettek hozzá egy kis apróságot. A félelmet, a kiszolgáltatottságot. Legyél megfelelően a szolga lélek. És elvették tőle a tudáshoz való utat. Az viszont totálisan. Tudás nélkül pedig, megtapasztalás nélkül. Múltkor is mondtam, ha neked van egy csomó papírod, egy csomó diplomád, de még nem tapasztalás, akkor nem tudod, hanem csak majd irányba teheted magad. Csak kérdés, hogy azok a papírok elegek a megtapasztaláshoz, mert azt még nem tudod. Tehát úgy, hogy nem tudtad. Tehát nem tudó vagy, hanem egy lehet, kinyílt egy ajtó. Mindenkinek szíve joga ezt eldönteni, én csak azt szeretném, hogy az a bizonyos kérdések, amikor most már mondjátok, hogy tényleg írvagatjátok, és az a kérdésem, ezt tegyétek nyíltá, hogy van területetek, vagy lehetőség, vagy szándékotok. Fontos az energiatér, hogy hol van, ez hangsúlyozottan fontos. Nagyon fontos, mert azért ilyen nagyon negatív energiatérben nem szerencsés lenni. Ezt azért viszont én tudom. De viszont azt is tudom, hogy bele kell vágni egyszer ebbe. Minél előbb. Úgyhogy egy ilyen rövidet szerettem volna mondani,
Mert úgy érzem, hogy az idő nagyon rövid. Én pár hónapot érzékelek, tehát ez azért tényleg nagyon rövid. És ezt a pár hónapot fogjuk meg rendesen. Úgyhogy paraziták nélkül, élősködők nélkül, és kerüljenek elő még több átadó, még több tanító, még több, aki megosztja az emberekkel az ismeretet, a tudást, a tapasztalatot, de bölcsen, alázattal, és szeretetet lássak a szemébe, csillogást, örömöt, és soha nem mondja most a pénzt. Elágazásban van a faj, és most el kell menni gyorsan. Gyerekek, ott van az aranykor, ott van a magasabb világ. Ezt kívánom mindenkinek, hogy ezt bölcsen, nyugodtan értékelje át, és csak szeretette gondolja erre. Én ezt úgy is adom, és azt is kívánom mindenkinek, hogy ezt érezze magáévá, és ezt önmagától akarja. És én senkit nem fog cikizni a pénzért, nem az én dolgom. Én őt is óvom azzal, hogy a sorsírónál ne legyen kellemetlen helyzete. Mert a sorsírók ezt figyelik. Mindenkit óvok ettől most. Úgyhogy köszönöm, hogy végighallgattatok, és igyekszem minél előbb majd jelentkezni, már benne vagyok most már egy feladatban megint, és remélem, hogy olyan szituk vannak, de viszont örömmel hallgatok mindenkit, és miért ne? Ahogy Attilát is hallgattam, ezért vártam, de mindenkit örömmel hallgatok. Tomit is, mindenkit. Szeretettel hallgatok mindenkit, csak ne gyűlölködjetek. És pénzt hagyjuk abba. Jó? Úgyhogy köszönöm nektek, hogy figyeltetek, kívánok nektek nagyon szép nyugodt estét, a kövelyenél nagyon szép boldog napot, és áldás mindenkire. Áldás rátok. Sziasztok!